Tudjátok, még gondolkodtam, van olyan szerző, aki mondjuk kimegy a divadból, vagy létezik az, hogy egész egyszerűen nincsen létjogosultsága mondjuk egy rejtőnek a mai világban? Nem tudom a választ, de azért elmesélem, hogy nekem milyen élmény volt őt olvasni. Sziasztok könyvműk, ez itt a Borító alatt csatorna, én pedig Rita vagyok. Ahogy a felvezetőben is elmondtam, rejtőjenőről lesz szó, hiszen ez a NIOK közös könyve ebben a hónapban. Az ajánlóban beszéltem nektek a borítóról, meg minden rejtővel való kapcsolatomról, úgyhogy próbálok így belemenni a részletekbe, a lényegbe, ami előre is, bocsánat, nagyon nehéz lesz a szereplőkkel, mert iszonyatosan sok volt. Szóval így próbálom felidézni, hogy tényleg kik a lényegek, mert amúgy a sztori szerintem nagyon-nagyon jó volt. Érdekes volt, és ezt egy vásárló tette fel nekem a kérdést, hogy van-e összefüggés, vagy, vagy hajaz-e egy kicsit a Covid helyzetre, hogy vesztek zár, ugye? Be voltunk zárva. És nagyon érdekes volt a gondolat, mert bennem fel sem merült. De annyira abszurd az a szituáció, amit rejtő elmond, hogy nekem valahogy nem jött ez az érzésem egy pillanatig sem, hogy jé, hát tényleg, hát mi is így voltunk bezárva az otthonunkba. És nagyon fura, mert, mert tényleg semmilyen szinten nem. Mondjuk lehet, hogy azért is, mert én nem éreztem ezt a nagyon nagy bezártságérzést. Szóval én el tudtam menni dolgozni, nekem nem kellett úgymond home office -ozni. a gyerek otthon volt, tehát hogy igazából nem volt olyan nagyon nagy változás ez a, ez a maradjon otthon mindenki téma lehet, hogy ennyi igazából az összefüggés, de, de, érdekes volt a felvetés. És amúgy tulajdonképpen, ha nagyon akarom, akkor bele lehet ezt látni, hiszen egy vírusfertőzés miatt vesztek zárat rendelnek el. Szóval amúgy, amúgy megvan az összefüggés. De valahogy igen, ez, ez kevés embernek jutott szerintem eszébe. Aztán, ha nem, akkor jelezzétek, várom a kommentet, hogy kinek volt meg ez az áthallás. De nagyon érdekes, hogy, hogy ennyi évtávlatából is tud Úgymond, mai lenni és reflektálni a mai valóságunkra egy ilyen író. Minden esetre a szórakoztatás része az szerintem elképesztően jó volt, és nagyon jól működött, annak ellenére, hogy értem azokat, akik azt mondják, hogy nehéz követni a sztorit. Mert valóban rengeteg szereplő van benne. Viszont, ahogy az ajánlóban is mondtam, ilyen rutinos ágatekriszti olvasóként szerintem ez azért tud működni, vagy aki már olvasott Krimit, annak azért szerintem ez egy kicsit talán könnyebben átléphető akadály tud lenni. Én nagyon szerettem a karaktereket, bírtam a, a felügyelőt, aki igazából csak Félix után nyomoz, de szerintem zseniális eszmefuttatásai voltak, és ő az az igazi rendőr, akinek, akinek igazán tudunk szurkolni egy-egy regényben, hogy na, ő megérdemli, hogy megfejtse úgymond ezt a rejtét. Mert, mert nagyon jól gondolkodik, tud csavarosan gondolkodni, és átlátja a szituációkat. Míg a helyi rendőr igazából bele van teljes mértékig kényelmesedve a helyzetébe, és hát majd, majd akkor kitaláljuk, hogy mi legyen a következő lépés. Szóval olyan kis bugyuta volt szegény, úgyhogy ő, ő így meg sem fogott egy percig sem. De hát ott a főszereplőnk Félix, én őt kikiáltam abszolút főszereplőnek, hiszen vele indul a történet, az ő szála az, ami nagyon erős, szóval én azt gondolom, hogy ő, ő, lenne a feltételezett főszereplő. Én nagyon kedveltem a karakterét. Elképesztően poénos, és, és az a típusú ember, aki így kapásból, persze egyrésztről rögtön felpofoznád, de a következő pillanatban meg ott ülnél és, és söröznél vele, vagy éppen ki mit inna. De ugye elképesztően jó arc szerintem. És én, én nagyon bírtam, ahogy így rögtön frappánsan mindenre vissza tudott reagálni, és ugyanezért bírtam egyébként módot is, mert, mert nőben ugyanezt megcsinálta, hogy kapásból teljesen szemtelenül odállt a rendőrség elé, miközben egyébként egy szökött csávót áll a szobájában, Zseniális volt, tehát szerintem ő egy nagyon jó női karakter, ami abból kiindulva, hogy rejtő mennyire nem ez az író, szerintem egy nagyon jó húzás volt, és nagyon-nagyon tetszett ebben is. Nagyon tetszett, ahogy, ahogy talpra esett volt, karakám volt, és, és tényleg vitte a sztorit, és, és nem esett pánikba igazából, és ezt tetszett a legjobban, hogy az összes nő közül csak ő volt az, aki nem volt hajlandó pánikba esni, és ő, ő tudta tartani magát az egész helyzethez. De a mellékszereplők is fantasztikusan jók egyébként szerintem ebben a történetben, mert, mert nagyon jó sztorikat kaptak. Rövid történeteik vannak, és kis szerepek, de elképesztően érdekes az összes. Egyikőjük sem egy ilyen tipikus szürke kisegér, kivéve azt, akinek annak kell lennie. És ez is nagyon jól van megírva, hogy tipikusan ez a szinte senki, de mégis ott van, és egy nagyon komoly történet főszereplőjévé válik. Szóval nyilván nem főszereplő, de egy fontos szereplővé válik. És szerintem ezek nagyon-nagyon jól vannak megcsinálva. És én ezt szeretem leginkább, amikor tudom, hogy van egy főcselekmény szál, de, de a mellékkarakterek rengeteget adnak a főszálhoz. És és, és, ez igazán nekem ez adja a nagyon-nagyon jó élményt. Ezért szeretem az Agatha Christie regényeket, mert olyan rövid regényekbe tudja belesűríteni mindazt az összes érzelmet, az összes emberi tulajdonságot, hogy, hogy ez valami zseniális. És rejtő nekem most ugyanezt hozta. Nagyon röviden, nagyon jól szépen összefoglalva, de elképesztően szórakoztatóan, tehát mindenkinek sikerült megfogni azt, a, azt az ironikus, furcsa oldalát, amitől tényleg fel, -fel villantak ezek a karakterek. Nekem nagyon-nagyon bejött amúgy ez a rész is. És egyébként nagyon érdekes, hogy decemberben olvastam a Fellegszálló című könyvet, amiről nem véletlenül nem készült semmilyen hosszabb videó, mert Nagyjából ugyanez a történet, csak, csak sokkal nagyobb eresztve. Sokkal ö, jobban szét vannak húzva, teljesen fölösleges cselekmények. És nagyon érdekes volt egyébként ez a gondolat nekem, hogy mennyivel jobban tudtam élvezni ezt. Pedig azt gondoltam, ugye, hogy fordítva lesz a történet. És nem, egyszerűen 400 oldalba a semmit nem lehet jól megírni. Ezért jó, hogy ilyen rövid ez a regény, mert nem a semmiről beszél, mert szerintem itt is nagyon sok érdekességről beszél rejtő, hiszen ott van a, tényleg ez a banánoxid képlet, ami egyébként nem néztem utána, nem tudom, hogy valóság-e, de hogy igazából elő tudják állítani a, a banán termesztéséhez egy, egy, ilyen kémiai anyagot, ami segít abban, hogy, hogy gyorsabban nőjön, és, és könnyebb legyen ez az egész banán téma ezeken a, a vidékeken. Mint Dél-Amerika, az Indonész-szigetek bali környéke. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek szerintem iszonyatosan érdekes dolgok. És iszonyatosan érdekes rész az is, ahogy Szergiusz herceg elmeséli az életét. Szóval, szerintem rengeteg érdekes dolog van benne, de ezt sokkal hosszabban amúgy nem biztos, hogy megérte volna. Lást fellegszálló. Nekem az egy fölösleges időpazarlás volt igazából. Mert hogyha a felére lecsökkenti az írónő azt az oldalszámot, akkor szerintem az ugyanezt tudnám mondani, hogy tök jó volt, fit volt, csűn, minden rendben volt. De, de nem tudom ezt mondani, viszont rejtőnél pont emiatt tudom ezt mondani, hogy nem húzza nagyon el a dolgokat, annak ellenére, hogy tényleg iszonyatosan sok szállat mozgat. Mint egy báb színházban. Hogy na akkor most ez, most az, de ugyanúgy csak két keze van. Szóval elképesztő. És egyébként hozta még a végével is azt a csattanást, amit amúgy az Egete könyvekben megszoktam. Nem tudom, miért hozzá hasonlítottam nyilván azért, mert egy krimi, ami, ami így zajlik igazából, csak totál abszurd formában. De elképesztően jó ez a csattanó szerintem. Én nem számítottam ilyen szinten rá. Mert oké, okay, az igazgatója a hotelnek még csak csak benne van abban, hogy, hogy csináljunk egy balhét, hogy meghosszabbítsuk a, a hotelnek a, a működési idejét, hiszen jön az esős évszak, és mindenki elmegy, mert ide, mivel a Brit Birodalom része, nyilván a britek jönnek, akik viszont ezt a párás időt nem bírják. Tök oké. Okay. Még tényleg értem is ezt a marketing fogást, hogy még egy hétig meghosszabbítjuk, vagy x hétig meghosszabbítjuk ugye az itt tartózkodásukat. De hogy ebben benne van a szigetnek a, a, a régi királya is, és, és, hogy, hogy ők ketten együtt zseniális volt, meg hogy ilyen szintű pánikot képesek kelteni. Tehát az, hogy, hogy kitalálnak valamit, az egy dolog, de hogy eljutunk odáig arra a szintre, hogy, hogy egy konkrétan ilyen totális pánikot és vírushelyzetet keltünk, és tehát, elképesztő, szerintem nagyon-nagyon komoly csattanó volt ez. Nekem iszonyatosan bejött. De hát nyilván a szerelmi szál, az mondjuk egy várható fordulat volt, hogy akkor ők összejönnek Félix és Mód. Én egyébként vártam, szerintem tök cukik, és mivel mind a kettő ilyen iszonyatosan talpra esett, szerintem egy, egy fantasztikus páros lesz belőlük. Úgyhogy én, én, nagyon szerettem a végét is. De akkor térjünk hát a következő regényre, a Tigrisvérre, ami egy western, amit szintén ezer éve nem olvastam, azt is utoljára szerintem az utolsó mohikán volt, amit olvastam még általános iskola végén valahol. Szóval nagyon messze állnak tőlem ezek a, a történetek, de felüdülés volt olvasni. Nagyon jól kies, kiestem igazából, igen, a, a, mindennapokból. Tök jól elvitt a valóságomból, mert, mert ugyanaz a régi pisztolyokkal, lovon, megyünk a, a pusztában, kisvárosok vannak, kocsma, a kocsma olyan, hogy ami tudjátok a tipikus western filmekben. Tehát én teljes mértékig egy Lucky Luke részbe képzeltem magam ezzel a, a résszel. Zseniális volt ez is, szerintem. Nagyon jól hozta ezt a hangulatot. Én teljesen át tudtam érezni. Az, ahogy egyébként mesélte arról, ahogy Amerikában megépültek a, a vasutak, hogy mekkora áldozat volt egyébként rengeteg ember részéről, de szerintem egyébként nem is a vasút miatt, hanem úgy egyáltalán a legfontosabb gondolata nekem ennek a, a történetnek az az volt, hogy, hogy az újításokra mekkora szükség van, és hogy mennyire szemellenzősek vagyunk, hogy amikor benne vagyunk a helyzetben, és azt mondja valaki, hogy már pedig itt vízgyűjtőt fogok csinálni, és ettől egyébként a későbbiekben, higgyétek el, jobb lesz nektek, mi mit csinálunk? Ja nem, nekünk ez nem kell. Nekünk nem kell gát, nekünk nem kell semmi, hiszen most, ebben a pillanatban éppen kiszáradnak a, 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 a földjeink. És ennyi marad meg, hogy úristen nem tudom hova vinni, a lovakat, és, és nem lesz termés. De az, hogy egyébként pár éven belül, mert ekkor még ugye azért ez pár éven belül tudott működni, tehát nem kellett 20-30-40-50 évre előre gondolkodni, hanem tényleg viszonylag rövid időn belül, csak nem a mostban ez... Tényleg megtörtént, amit a Pasi mondott, hogy ettől igenis termékenyebbek lesznek, folyószabályozás, hát úr Istenet, hát ez mekkora találmány. Szóval mi ezt már így a XXI. században abszolút értjük. És egyfajta ilyen jóságos atyai mosolyjal, vagy anyai mosolyjal olvastam, hogy jaj, de cukik, hogy itt ellenkeznek, hogy nem tudják ők még, hogy mi a jó. De nagyon durva, hogy mennyire ilyenek vagyunk a mai életünkben is hogy mennyire nem tudunk például az internettel egy csomóan megbarátkozni, vagy ugye AI. Tehát, hogy egy chat GPT-vel már, már, már ott tartunk, hogy hűha, hűha, ez, ez jaj, ez, ez rossz dolog, ez gonosz dolog. Miközben egyébként lehet, hogy ez valamikor a nem túl távoli jövőben egy tényleg jó dolog lesz, és iszonyatosan jó dolgokra fogjuk tudni ezt használni, szerintem. Én legalábbis ebbe az irányba megyek. Engem ott akkor meglincseltek volna jó eséllyel, van, aki most is, mindegy. Én az újítás pártján állok, de szerintem ez egy tök érdekes gondolat volt ebben az egészben, úgyhogy már emiatt is megért elolvasni ezt a könyvet. Illetve ami szerintem nagyon érdekes még, ahogy a főszereplőnk az életét átgondolja és átértékeli, mert ugye ő azt gondolja, hogy a tigrisnek egy banditának a leszármazottja. Legalábbis hát kap egy ilyen sztorit, mert nem tudja egyébként, hogy honnan származik. És szerintem nagyon megdöbbentő, és amúgy ez is egy, egy teljesen valós dolog, hogy mennyire számít a saját agyunkban az, hogy honnan jövünk, hogy kinek a gyereke vagyunk, hogy ha egy bandita gyereke vagyok, akkor nekem is banditának kell lennem. Most éppen erről a könyvről beszélve, de hogy értitek, tehát, hogy, hogy mennyire sok ilyen van, hogy tanár, szülőknek a gyerekéből tanár lesz, orvos család, jogász család, szóval, hogy, hogy rengeteg ilyen van, és nem feltétlenül csak a szakmában, hanem érzelmileg, meg, meg tulajdonságilag is, hány emberre sütik rá, hogy tiszta apja. Nem, nem kell, hogy ez legyen, és nagyon jó, hogy ezt is bemutatja, hogy annak ellenére, hogy elkezdő is banditáskodni, közben egy borzasztóan jó ember, és megment embereket, és képtelen bizonyos dolgokat megtenni. Szerintem ez is nagyon-nagyon jó, hogy attól, hogy gondolunk valamit magunkra, hogy honnan származunk, és ehhez nekünk kapcsolódnunk kell, Ettől még mi önálló személyiségek vagyunk. És attól, hogy nekem van egy családnevem, attól még én nem vagyok olyan, mint az apukám, vagy mint a nagymamám, mert, mert van egy csomó minden más dolog is, ami befolyásolja a természetemet, a személyiségemet, az adott helyzetre való reakciómat. Szóval szerintem ez is egy iszonyatosan érdekes rész volt, és engem ez is nagyon elgondolkodtatott, hogy Atya úristen, mennyire beskatujázzuk mi magunkat is, és amúgy a társadalom is minket. Szóval szerintem borzasztóan sok gondolkodnivalót adott rejtő. Egyáltalán nem számítottam erre, de fantasztikus élmény volt. És emiatt nem mondom, hogy a Tigrisvér jobban tetszett, de azon több elgondolkodnivalóm volt. A Grand Hoteltől iszonyatosan jól éreztem magam közben, én nagyon jól szórakoztam, a tigrisvér viszont iszonyatosan mély tartalmat hordozott magában, vagy hát hordoz a mai napig, és szerintem a mai napig helytálló az, amit ír mind a két regényében. Szóval tök jól lehet hozzájuk kapcsolódni ma is, én nagyon meg tudtam találni most a hangot vele, úgyhogy bízom benne, hogy, hogy ugyanilyen elmével és ugyanilyen nyitottsággal fogok hozzáállni a többi regényéhez is, mert biztos, hogy fogok még olvasni. Tehát ez most egy olyan sorsfordító pillanat volt, hogy innentől én is azt tudom mondani, és be tudok állni abba a táborba, hogy igenis olvassunk rejtőt. Kell hozzá egy állapot, kell hozzá egy nyitottság, kell hozzá egy ráhangolódás, de én, én azt gondolom, hogy Abszolút megéri, és tud nekünk újat mondani, vagy ha nem is újat, de megerősít, vagy tud, tud tanítani. Úgyhogy én, én, én iszonyatosan élveztem ezt a könyvet, és nagyon jó volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes volt olvasni. Olvassatok Rejtőt, írjátok meg odalent, hogy mi a véleményetek róla, nektek van-e kedvenc kötetetek, mit olvassak legközelebb. Itt lesz két videó is, amit meg tudtok nézni, hallgatni, illetve fel tudtak iratkozni a csatornámra is. Én olvasok tovább, vasárnap pedig jelentkezem a hóvégi összefoglalóval. Tartsatok velem, legyetek jók, olvassatok sokat. Sziasztok!